Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Kunhegyesen. Szabó András polgármester úrral beszélgetünk, hiszen hamarosan adományok átadása történik. Mi is ez pontosan? Hát a háztáji burgonya program keretében Kunhegyesen 71 család kapott eddig, akik már el is vetették, és most úgy alakult, hogy a 99.999. és a 100.000. is Kunhegyesen kapja meg a vetőmagkrumplit. Az egyik család az 8 gyerekes család, a másik pedig már régen foglalkozik háztáji gazdasággal, tehát mind a ketten úgy gondolom, hogy megérdemlik. És itt a településen sokan, kis kertükben sokan termelnek meg maguknak mindent, tehát az önellátás az itt nagyon elterjedt? Hát nem, de most ugye a Vidékfejlesztési Minisztérium törődik ezzel a problémával, és ilyen akciókat indít, és ez nagyon jó nekünk itt a városban is, mert ugye 1400 ember dolgozott a BHG-ba, akkor még volt pénz, kiskertek virágoztak, és nagyon mélyre mentünk le. Most kezd megint ezzel a programmal, amit a Vidékfejlesztési Minisztérium, hát dr. Fazekas Sándornak a vezetésével beindított, ezek hihetetlenül megaktivizálták ezeket a régi gazdálkodó embereket, akiknek lehetőségük nem nagyon volt, hisz lezárult a burgonya program, ahogy mondtam is, 71 család kapott, és akkor most zárult le tegnap, de még ez csak a felmérés, hogy hányan igényelnek a háztáji csirke farmra is. 5000 csirkét igényeltek, 100 nyulat és 500 sertést. Tehát azt jelenti, hogy nagyon aktív a részvétel ezekben a programokban. Akkor azt kívánom, hogy mindenkinek teremjen jól ez a most elvetésre került burgonya, és akkor sikeres legyen a folytatás is. Hát mi is ezt reméljük, hogy ezek az emberek újból visszaállnak a háztáira, ami régebben volt, csak aztán később megszűnt, és nagyon örülünk annak, hogy most itt Kunhegyesen egy ilyen nap keretében, ami a református egyháznak egy ilyen családi nap, és a miniszter ismételjen Kunhegyesen, már most elég hatodjára, ha jól tudom, a 2010-es választások óta, ami mindenképpen nekünk nagyon pozitív. Akkor jó munkát kívánunk még önöknek, hiszen akkor lesz még mit a szervezni a családoknak a következő adományosztáshoz. Igen, köszönjük is nagyon neki a miniszternek, remélem, hogy személyesen is meg tudjuk köszönni, mert ugye fog jönni, biztos vagyok benne, a megígért itt lesz. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Kunhegyesen, hiszen itt adta át dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a 100.000. vetőmagkrumplit. Ennek a programnak volt már egy karcagi része is. Újraindul a háztáji termelés Magyarországon, és ennek az első része, első lépése a krumpli termelésnek a beindítása. Hiszen még pár évvel ezelőtt is eredményes gazdálkodási forma volt a háztáji, és szinte mindenki termelt otthon krumplit saját szükséglete, a jószágoknak is termelt, illetve el is adta, hogyha volt belőle többlet. A mostani program keretében 120.000 család jut vetőburgonyához, és én örülök annak, hogy Karcag is közte van annak a közel 800 önkormányzatnak, amely vállalkozik a programban való részvételre. Több mint 100-an kaptak Karcagon is vetőburgonyát. Most pedig Kunhegyesen a 100. zsákot adtuk át, itt is komoly érdeklődés van, és a program látszik, hogy önfenntartó lehet, hiszen a megtermelt burgonya után le kell adni egy zsák vetőburgonyát azért, hogy további résztvevők tudjanak majd bekapcsolódni. Én bizakodó vagyok, hogy így megjelenik ez a magyar termelés, nem import krumplit fogunk venni, és a axóna nevű fajta, ami egy vírus ellenálló, tehát rezisztens és önmaga után vedhető fajta, az hosszú távon is biztosítja azt, hogy aki szeret gazdálkodni, szeret termelni, az saját magát el tudja látni krumplival. Itt most a két kunhegyesi család is, az egyik egy 9 gyermekes volt, tehát azt hiszem, hogy jó helyre került ez a vetőmagkrumpli. Biztos, hogy lesz még, hiszen a 100.000-ig adtuk át, és 120.000-ről volt szó, tehát azért még lesznek átadások. Esetleg a közeljövőben, megyénkben lesz-e még valaki, valamelyik település? A programnak a vetőburgonya terítési része az a vége fele jár. Itt most Kunhegyesen egy igazi gazdálkodó kuncsalád, az egyik, aki a 100.000. zsákkal átvette, a másik a 99.000. pedig egy cigány
család, ahol 9 gyermek van, de élsportoló gyerek is van, és egy dolgos család. Mindenkinek, aki szeretne ebbe a programban részt venni, biztosítjuk a lehetőséget. Egyébként érdekes dolog, mert tőlem megkérdezte valaki, hogy ezt a krumplit nem eszik meg az emberek. És tegnap voltam egy olyan rendezvényen, ahol közmunkások vettek részt a programban, cigányok is, magyarok is egyaránt, és megkérdeztem ott a hangadókat, hogy hogy látják, és azt mondják, ezt a vetőmagkrumplit nem eszik meg. Az az igazság, hogy nyilván tartanak attól is, hogy valamilyen vegyszeres kezelésen átment, de hogyha valaki elveti, akkor rövid idő múlva már tudja fogyasztani a termését. Tehát a krumpli azért abból a szempontból hasznos, hogy nem igényel olyan szaktudást, mint mondjuk egy gyógynövénytermesztés vagy a jószágtartás, hiszen a program következő elemei ezek lesznek, ezeket már kidolgoztuk, és remélem, hogy a kormány döntés követően be tudjuk indítani. 5 milliárd forint az, amit tervezünk erre a célra, és több 100 000 magyar családot érint ez a program, és hogyha otthon elkezdünk termelni, bár sokan azt mondják, hogy ez kis tétel, de akkor nem az áruházban vesszük meg, akkor nem importot veszünk. Tehát ez a magyar termés és a magyar termelőt is segíti, elősegíti azt, hogy a magyar élelmiszerek aránya a belföldi piacon tovább növekedjen, és saját részünkre tudjunk termelni, önmagunkat tudjuk ellátni. Itt az előbb polgármester úrral beszéltünk, mondta, hogy már ők is elkezdték itt felmérni, hogy ki kérne ebből a programból, nagyon sok jelentkező van már most is, reméljük, hogy akkor erről is hamarosan beszámoltunk, hogy Karcagon is oszthatunk esetleg nyulat, sertést, vagy bármilyen más állatot. Ez a következő része a programnak, én ezt kíváncsian várom, hogy a burgonya miképpen alakul, és a krumpli fajtára is kíváncsi vagyok. Most direkt én ugyan nem termelek krumplit, de néhány tővel vetettem, és kontrollcsoport is van. Egy másik fajtát is vetettünk, ültettünk azért, hogy össze tudjuk hasonlítani, hogy ez a fajta mennyibe különbözik a másik hagyományos fajtától. Hát akkor önnek is jó gazdálkodást kívánunk, és eredményes termelést. Köszönöm. Faragó Sándorék is most vették át a vetőmagkrumplit. Örülnek ennek a lehetőségnek? Igen. Mivel, hogy vető krumpli, ebben termelünk a kertbe. Hát. Van kis kertjük, ahol más is meg tudnak termelni? Van. Többi konyhanövények, cukorborsó, zöldségfélig, paprikapalánta. Van. Ahol megtermeljük, egy nagy segítség, hogy vetni való krumplit ajánlottak fel. És akkor ez a hétvégén a földbe is kerül? Igen. Feltétlenül. Ha muszáj, nem a fazékba. Minél hamarabb el kell ültetni. Hát akkor reméljük, hogy sikeres lesz, és akkor sok fog teremni, azt kívánjuk önöknek. Én is remélem. Tyukodi Dezső is most vett át ezt a vetőmagkrumplit. Örült ennek a lehetőség? Igen, nagyon örültem, mivel sok a gyerek a háznál. 99 gyerek van a lakásban, és mivel, hogy a terület polgármester hivatalnál dolgozok, ezzel foglalkozom, ez a segítség nagyon jó jött a gyerekeknek. Akkor ezek szerint nem más is elveteményeztek, mi van még elvetve? Ha van krumpli elvette, még most már várom a polgármestertől a paprikát, paradicsomot, ez nagyon jól jön a gyerekeknek ez a segítség. Jó, hát akkor reméljük, hogy teremni is fog, és azt kívánjuk, hogy minél több teremjen. Köszönöm szépen!